Azt ígérte Ferenc pápa csütörtökön, hogy konkrét lépéseket fog eredményezni a papok által molesztált gyermekek védelmében összehívott vatikáni püspöki tanácskozás. Bogota érseke Ruben Salazar Gomez a konferencián tartott beszédében elismerte, hogy az egyháznak meg kell küzdenie a benne rejlő ellenséggel. Be kell látnunk, hogy az egyház sokszor nem tudta, miként viselkedjen megfelelően annak érdekében, hogy szembenézzen azzal a válsággal, amit a visszaélések okoztak, mondta. Sokféleképpen menekülünk, próbáljuk tagadni a feljelentések jelentőségét, nem hallgatjuk meg az áldozatokat, nem veszünk tudomást a sérülésekről, amelyeket a visszaélések okoztak. Áthelyezzük a megvádoltakat máshová, ahol folytatják az aklatásokat, vagy megpróbáljuk pénzügyi egyesség útján megvásárolni a hallgatást. A püspöki tanácskozással egy időben egyre több áldozat számol be traumatikus élményeiről. Köztük több ismert olasz pap is most hozta nyilvánosságra, hogy gyerekkorában vagy később a papi szemináriumban erőszak érte.